Ez jó volt. Nekem tetszett. Shit. Amennyire tök korrekt volt az a boss fight, aki itt volt, meg klassz, meg minden, annyira degetsz az a másik. Már csak azért is, mert nincsen meg a... Nincsen meg a jutalom. Hogy te ezt kétszer csináltad, hoppá. Olyan hihetetlen, hogy ezeket nem tudom deflektálni. Például nagyon illene egy. Az, hogy ő lesz tanulódjon, ne egyből keménybe jöjjön. Köszönöm.
deflect az armoron is múlik, ha minél nehezebb vagy, annál lassabb a deflect. Igen, de mi medium alatt vagyunk, mert light-ba vagyok, tehát hiába van medium rajtam, annyit szed le már az earth érték, hogy light-ba vagyok elvileg. Ha jól tudom, 50% alatt vagyok, vagy valami ilyesmi, 50 körül. Mindjárt megnézzük, szóval nem heavy, nem medium, hanem light-ba vagyunk zöldbe. Hát ott 39,5%-on vagyunk. Amúgy ez nem volt egy rossz try. 30 alatt light. De akkor miért zölddel jelzi? Furi. Kösz. Légy szíves, megkezdjük el. A kék a light. Ó, oké. Akkor bocsánat, hülyeséget mondom. Szeretted a tüzet, igaz? És a vizet? Hűha, várjál, várjál! Kijönnék a tűzből, csókolom! Kingeljél már meg! És leeszedi magáról, amit felrakták. Úristen, ezt ugye a team nincs, se gondolta komolyan ezt. Mocskos csalás az egész boss fight. Fogja azt, leszedi magáról a posture-t azzal, hogy ráugrik a lóra. De eltakarodsz te az anyádba. Történik? És látod, megint úgy jön le a lóról, hogy teljesen szabad a posture-je. Wow! Aha, én meg elhiszem. Te vagy az. Ja, jó van, oké.
Fél HP-ig se tudom levinni. Fél HP-ig se tudom levinni. Wow. Az előbb már fél HP volt, nem volt még fél HP szerintem. Mit tudnánk csinálni vajon? Az inventory-ban. Rank 5 leather, de nekünk a rank 5 steel kéne, igaz? Ahhoz, hogy a kardon tudjak még fejleszteni, vagy halberden, vagy fegyverünkön, na. Hát nem tudom, hogy azon kívül, hogy git good, mit tudnánk még tenni. Háj, mamma mia. Azt lehetne még kipróbálni. Hogy más spirit animalt használni, hogy hát azzal jobban tudjuk tanulni. Aha, petrol. Aha, petrol, jó, akkor hagyjuk. Gyere, jöjj meg. Jöjj már meg, te csicska. Szóval melyik spirit animallal mit lehetne csinálni? Az a jó, a sárkány alul, hogy még egy HP-n van, meg HP-t tölt az a rész. Ugye, hogyha ott bent vagy. Az a baj, hogy ő is tüzes, meg én is. Ez a tigris. Ő víz. Igen. Hát ő itt ezt értem. Tehát ő water, phase, deflect spirit consumption, fatal strike, damage. Igen. Phoenix-el meg. Spirit game from normal attacks, like attacking. Hát nem is tudom. Na chat, mit gondolunk? Most szomorú vagyok egy kicsit, hogy ez ennyire nem megy. Nem látom a fényt az alagút, hogy én egy kicsit. Ilyes nénikére. Itt vagytok még, chat? Ja, hogy behívni NPC-t, ha? Mit az a hülyeség? Csak ez ellen mit fognak csinálni, ott rohangál egy helyben nekem vagy. Vagy körbe-körbe. Ja.
nem is oda ütöttél, hagyd el már. Deflect rendszeretek néha. Hát én ezt nem is értem. Tök jó pillanatban nyomom, meg direkt nem nyomkodom egy csomószor. Tehát régen több button smasher voltam, most annyira koncentrálok, hogy ne nyomkodjam, csak egyszer nyomjam meg, érted a gombot. És látom, hogy ugrik, érkezik. Kussoljál be oldalról! Mit képzelsz magadról? Behűlök. Na várjál, kit hívjunk be? Ne. Yes. 让曹某同行. Na gyertek, srácok. Közel maradunk, addig gondolom nem nyilazik. Nem, a pont a nyilazás az pont nem zavar, a közel lévő rész az jobban zavar, meg az, hogy itt például nyomom a B betűt, és nem adja be, mert itt ezt most beadtam. Hát ez rohadt jó így. Ennek semmi értelme őket behívni. Mindjárt leszedjük a lóról, aztán majd talán utána, de... Arra jó, hogy őket leszedi, rohangál körbe-körbe, érted? És ennyi. Erre azért vastagsat adnék ennek a kifejlesztésére. PC rendszer, gyerekek. Ez. Wow, az szép volt. Utolsó HP-t van. Gyere, segíts, üsled!
Wow, úgy kaptam damage-et, hogy amúgy hátrafelé szaltoztam éppen. Gyere, szedjen! Kicsit káosz van, nem? Na mi van, csicska? Jó, várjál, meg keményben van. Ne engem szeress, ott van két másik. Én majd így. És eltalál. Lősz kettő, haverom! Jó, legalább nem damage. Az már damage. Persze, és deflect, semmi esélyem nincsen. Ó, te szemét csaló. És fölment a lóra. Fél HP alatt. Adja be! Úristen! Szia Katta! Hello, hello! Anna, Neil, köszönöm szépen a követést! Tündének vagytok egytől egyig! Köszi, köszi! Üdvét, jó szórakozást! Bocs, ha egy kicsit néha itt égek, csak nagyon nehéz ez, nekem ez a fight valami miatt. Valamennyit akkor csak értek? Hello. Igen is, meg nem is. Csak az a baj, hogy az izébe kerül. Mennyink van ilyen Tiger? Van még. Ja, gyere te. Az lenne jó, valami olyat tudnánk hívni, aki counterje, de nincsen olyan nagyon. Mindegy, most hívjuk őket, aztán... Mindjárt behívom az egész hadsereget, érted? Hát fél HP alá lejutottunk. Nem volt egyszerű szülés. Nem baj. Nagyon szép. Nem jó gombot nyomok, szóljatok meg. Azaz, lehet bántani, tessék bántani. De ne ő bántson titeket, ti bántsátok őt. A persze, trekkingelj. Igazán megrakhatnánk amúgy a csávót. És hátra dodzsolt pont amikor. Hogy szereted a hidegen? Uh-oh.
Hülye ló! Azaz, kapja! Bántani, bántani, bántani! Azaz! Heal! Nem enged healálni! Heal! Mi volt az az előre dodge, te paraszt? What the fuck happening? No need to happy to you. Olyan forgásokat nyomunk, hogy szégyül. Nem láttam ezt. Jó. Megrakni. De ne ő engem! Haló! Azaz, bántsátok, bántsátok! Dugjátok! Kettőt lő, igen. Azaz, mind a kettőt érdem van, nagyon jó. Ilyenkor annyira örülnék, ha nem lehetne, hogy az, hogy engem megüt, ez akkora nagy genyó, undorító, féreg hozzáállás a fejlesztőktől. Tehát ez a... Oké, felszedem azt, legalább akkor annál az animáció résznél szókold, legalább hagyd ne üssön már meg. Köszi szépen a követést. Hello, hello. Nagyon hagyjuk ezeket a segítőket, mert... Csak futottak még kategóriába, jó? Az a bajom, hogy lószart nem érnek a segítők, tehát hogy... Csőfoltos amúgy, hello, hello. Szia Sabina is. Hello, hello. Nem fáradok? Amúgy fáradni nem fáradok. Inkább csak bosszant, hogy nem találom úgy az igazán a ellenszerét a dolognak. Lehet, hogy itt nyilván benne van az is, hogy ő is pont tüzet használja. Ezektől vagyok ki.
ezek idegesítenek fel, amikor itt nyomod a gombot, és ne, nem, azt mondja, hogy nem. És ez egy rettenetes parasság. És ez a rettenetesen paraszt dolog, hogy egyszerűen nem tudom, hogy ennyire ott egy csomószor nem jókor nyomom, vagy mi az, amit elrontok. És az a baj, hogy ez a kulcsa a játéknak, tehát hogyha az a kulcsmechanika nem tud működni, vagy nem tudom megcsinálni, akkor onnantól kezdve az történik, ami most van, hogy egy órán át, vagy másfél órán át, vagy négy órán át, vagy x órán keresztül. Ez egy bizonyos dologgal szívunk. De most sem adja be. Most meg be... Nem látom át, hogy mi az, ami miatt valamikor szépen működik, valamikor meg nem. Megettem. Húzd magad. Most nem ettem meg, csak nem jól nyomtam. Kettő tüzet, azt nem vett be, azt jól látod? Menj a hülye lovat hozt a paraszt. Elfejtettem a kettőt. Utolsó HP. És még fél HP-ja van. Nem engedett varázsban. A hülye lovaddal már takarodjál meg. Nyomtam meg, igen. Jó, még itt a sárkány, ez a mázni. Hát így már nem. Így már nem mázni, hogy kiül. Ki
Honnan érted? Cső Aquila, hello, hello. Hát nem tudom. Nem tudom. Nem tudom. Nem hiszem, hogy tudunk a faluba fejleszteni. Visszamegyek, megnézem. Hát, ha most egy szint a fegyverem, igazság szerint nem annyira sokat szemít. Azt kéne megnéznünk, még az lehetne egy érdekes dolog, hogy van-e valami olyan tárgyunk, fegyverünk. Igazából a deflect a kérdés még végig. Szóval van-e olyan fegyverem, ami mondjuk sokkal többet ad resist be a tűz ellen? Mondjuk. Már nem nagyon rakja rám a tüzet, szóval mivel én is tűzes vagyok, így az... Nem tudok fejleszteni. Három darab ilyen cucc kéne. Nem lehet nálad venni ilyet? Na jó, csináljuk azt, hogy gyorsan elszaladok egyet mosdóra, aztán folytatjuk, oké? Okay? Addig hallgassuk a zenét. Gyors, mindenki hozzon frissítőt. Sietek. Na, háj! Hú, a piros deflektek már jól mentek, ha azt erőltetnénk tőle, akkor lehet jobb lenne. Igen, próbálom erőltetni, azért van az, hogy nem annyira mozgok ő rá, mert amikor távolról van, akkor jön azokkal. Úgyhogy, ja. És ha átrespektered Waterre, nem akarok respektelni. Vagy respektelni. Csak meg lehet így is csinálni, csak gondolom nyilván így, hogy szívok. Picit nézzünk szét, hogy mi az, ami esetleg jól jöhet. Kegyetlen mód idegesít az, hogy nincsen izé összehasonlítása oldalra, hogy az enyém melyik vissza kell pergetnem, hogy megnézzem, hogy az mit tud. Hú, ez nagyon-nagyon rossz. Ha valamit azonnal Day One patch-el kellett volna javítani, az ez. Hát én Woodfire vagyok, úgyhogy már előre félek. Én is az vagyok igazából, Lord Fairy, úgyhogy ugyanaz van. Én is most egy kicsit a Szenvedek vele című kategória van.
Halberd damage. Na most az, ami nekem van, az Halberdnek számít? A Dual Marquis Halberd, vagy külön a kategória Halberd, Halberd? Vajon? És csak a Cavalry Halberd a Halberd. Nézzél talizmánokat, amik növelik a vizet. És az miért jó nekem? Nincsen fejlesztve a vízen nekem semmi. Tehát, hogy hol van a státusz? Tehát kettesen van a waterem. Mi értelme van, ha növelem a vizet? Valahogy, akármi. Különben is ő tüzet használ, tehát a tűzrezisztentmet kéne izélni. Tehát, hogy azért nem értem, miért lenne jó, hogy növelem a vizet. Tehát hiába váltok át, csak akkor lenne értelme, hogyha azt csinálnám, amit Feri is mond, ugye, hogy most fogom, azt lenulláztatom a karaktert, azt átállok waterre, utána megint lenulláztatom. A talizmán növelik a vizet. Értem, Watkender, csak azt mondom, hogy annak mi értelme van. Tehát, hogy nem tudok átváltani másik fegyver, vagy nem lesz jobb. Tehát ezen a szinten most az, hogy növeli a vizet, most kettőről felnövelem ötre, annak nem lesz nagy értelme, nem? Szia Trapid, hello hello. Szóval azért mondom, hogy igazából abból próbálom kihozni a maxot, amim van. Anélkül, hogy respektelni kellene, vagy megpróbálok nem respektelni, de nézd meg, nem tudok már beszélni. A respect ingyenes, másrészt nem ezen múlik. Igen, itt inkább arról van szó, hogy még nem elég jól megy. Igenis, ott sokat beszívok olyan damage-et, amit nem kéne, mert beleállok sokkal jobban a harcba. Tehát a deflect után az a bajom, hogy ha ledeflektelem a piros támadását, utána próbálnám a posture-t felnyomni a martial arttal neki, csak olyankor ő elkezd kaszabolni, és olyankor nagyon sok támadást behamikázok igazából. Ennek köszönhető az, hogy egy csomó damage-em van. Nincs mese, ez a boss egy technikás. Igen, sajnos ez így van. Még egy picit itt megnézem, hogy mi az, ami esetleg cserére jó lehet. De főleg itt is az, hogy a Halberd damage, tehát hogy arra mondjuk akkor... Ez egy fontos kérdés, és ezt elmondhatnátok nekem tényleg, hogyha itt azt írja, hogy Halberd damage, az például az én damage-emet is viszi föl, hogyha ezt a dual Halberdet használom? Az is Halberdnek minősül, ugye? Szia Sydney, hello hello! Remélem legalábbis, tehát nem külön veszi a izéket. Tehát más kategóriába, remélem nem sorolja azt, vagy nem másba sorolja. Range attack damage, restore the health of Amon Spirit, toxin damage. Igen, most ott látom, hogy kékre megy rá. Ja, igen. Eleve ott jön ki, hogy technikás, mivel itt erre a bossra fele annyit sebzel, mint az előző összes többire jóformán, én úgy vettem észre, és úgy tapasztaltam. Igen, inkább a szúrások, annak is lehetne még nyilván növelni, hogy a Fatal izé az több legyen. Lightning Resist. Tehát a Fatal Blow-nak a damage-e mondjuk több legyen. És nézem, hogy itt még mi az, ami esetleg jöhet szóba, mondom, ilyen esetleg másik. Ez például tök jó reziszteket ad, csak a többi cucc az nem annyira jó. Amúgy hogy néz ki? Oda néz. Shooting weapon, spirit damage, toxin attack power. Hát azokat mondjuk ki kéne cserélni, gondolom.
ez Kínában játszódik, ez hol a kérdés? Így van, ez Kínában játszódik ez a, ez a történet, meg ez a játék. Lehet, hogy erre, vagy Spirit Damage Metal Phase Taken Damage, Wizardly Lighting, Spirit Attack, Spirit Damage, Spirit Game from Deflecting, Poison Accumulation of Enemies, Range Attack Damage Received, Genuine Gi Loss Upon Death. Ez whatever, igazából. Damage dealt, plusz egy egész valamennyi. Muti már hogy néz ki? Na nyugodjál meg! Megy a szájfényedhez. Na hát ez. Így bemegyek oda, azt leteszi a fegyvert, ha így megyek be szerintem. Mehet. Én adom. Elemental damage. Na jó, nem, ez na, mégiscsak. Amúgy ez se rossz, ha már itt hódító hadjáratra indulunk inkább. Na, ezzel menni fog, igen. Csak akkor át fog rám ütni, hogy konkrétan széjjel kap. Mint a Legót. Na várjál, Wizard Dispel Damage, Copper, nem. Elemental Damage, Damage Dealt 1 egész. Wizard Dispel, Martial Art Spirit Damage. Így, ruha nélkül kell bemenni. Az a tutkó. Hát nem tudom, melyiket szeressük igazából. Spirit Attack, Spirit Damage. Ja, értem, a Spirit Attackomnak, tehát hogy az Y-nal való támadásnak a Spirit Damage az nagyobb, ha. Jó, és mi van akkor, ha így vagyunk? Csak átcserélünk egy-két dolgot, hogyha lehet. Hogy van? Inben. Igen. Azt mondja, hogy Lighting Resistance. Az például nem kell. Are you about to extract Corangever from it? Ja, ez a kivétel. Kiveheted, de kérek helyére egy másikat. Igen, ide. Semmit nem enged betenni. Na ne csináld ezt valami. Az jó, akkor megérte kivenni. Ja, már izén vagyok. Várjál. Choose inbending slot. De miért nem enged betenni? Igen, ha bemegyek ruha nélkül, akkor mással fog rámutni. Miért nem engedi, hogy ezeket használjam? Szia, Anakron! Hello! Na várj, most nekem 3 jewel fragmentem van, vagy 25 van? Ez nagyon nem mindegy. Nincs jewel fragmentem, aha. Várj, és kivenni. Salvage Jewelry Essence. Salvage-elj pár cuccot. Jaj, hogy teljesen le lehet salvage-elni a cuccot? Opa. Aha. Na várjál, akkor azt mondja, hogy... Salvage. Nagyon jó. Na, én mentem pápászi a Sydney, hello. Köszi, hogy benéztél. Akkor ezért nem engedte behelyezni. Na de majd most. Jó, és akkor decorate helyet inbound. Igen. Azt mondja, hogy... Oda... Flame Attack Power. Nem, Lighting Resistance, Flame Toxin, Ice Resistance, Damage Received. Ah, az se rossz.
Ranger damage, receive my attacking nam, spend the damage taken in the spirit condition nam, spirit damage taken in the spirit condition nam, elemental damage reduction, burns nam. Martial arts spirit consumption. Ezeket már nem tudom. Ha. Na mi legyen? Burns accumulation on enemies. Az mondjuk nem rossz, csak ugye ő pont tüzes, tehát most jelen szempontból ilyen, ez úgy nem. Nem oszt, nem szoroz, de amúgy feltüzezhetjük. Úgyis a tüzes szettünkhöz az nem hülyeség. Wizard Spiritre rakja, vagy sokat levesz, amikor varázsolsz. Aha. És láttatok olyat valahol? Ice Resistance, Resistant, Resistant. HP, Stealth. Wizard Spell, Spirit Consumption. Aha, az ez. Tegyük be, persze. Let's do that. Spirit Sustainability. Molar rank points gain. Hát ezt is amúgy kivehetjük, nem? Ehhez is lehet valami más. Damage received by attacking. Az se rossz, mert akkor amikor támadok, aha. Spirit damage received by attacking. Damage taken, spirit damage taken in this. Elemental damage reduction. Pozitív effekt duration. Deflektes nincs. Hát nem látok olyat. Én is ezeket keresem, igen. Vagy egy jó flame attack powert rá hajintunk. De láttatok ilyen deflekteset? Poison negatív. Én nem látok ilyen deflekteset. Genuine chill oszom. Nem. Lehet, hogy lentebb lenne. Marshall Demi. Amúgy ezeket miért nem tudjuk beletenni? Mert ezt nem lehet ebbe, vagy? Ja, mert ez piros, és abból már van benne, ezek szerint. Mert az ikonkáját nézve, aha. Gondolom az a probléma. Aha. Na jó, hát akkor tegyünk bele mondjuk egy... Damage received while attacking mondjuk. Spirit damage received. Aha, az ugye kevesebb lesz a izénk. Magyarul a poise bajavít. Jó. Oké. Ennél, aminek nem kell szerintem, az a poison felbildelése. Úgyhogy azt ki kéne venni. És ide helyére mit tudnánk betenni, ami jó lehet? Mondjuk a ranged attack damage received. Az még úgy oké, okay, a nyilas izére. Burns accumulation on enemies. Ez mondjuk lehetne. Legyen az. Legyen egy kis tűz. Egy kis tűz. Ott is van egy poison, ami nekünk szerintem fölösleges. Úgyhogy az kivesz. Flame attack power. Deflect spirit consumption. Tessék, egy deflectet találtunk. Igen. Na, nézzük meg így. Fejleszek a rajtam lévő cuccomkon?
Ha izén nem tudok, de ezeken amúgy lehet, hogy lehetne. Respekkelni amúgy hol lehet? A öreg palinál, azt hiszem. Az a baj, nincsen túl sok cucca. Ilyen plusz 4x szerintem. Hát a legtöbbet plusz 5-ig mondjuk fel tudtam minni, és a kardon sajnos nem tudok fejleszteni. Na, hát kis variálás, nagyon szexuálisra öltöztünk át, megpróbáljuk elhódítani. Szóval, ha minden igaz, talán nála, de nem vagyok benne biztos. Na lássuk, hogy mire megyek. Igazából nem hiszem, hogy ezen olyan nagyon-nagyon-nagyon sok minden múlna most. Inkább arra gondolok, hogy most egyet legalább szusszantunk. Fenn az öregnél nála, köszi annakról, akkor jól tippeltem. Inkább most arról van szó, hogy legalább szusszantunk egyet, eljöttünk onnan, és akkor most újra. Hú! Hát igazából ügyesnek kell lenni. Ügyesebbnek kell lennem. Na gyere, nyanya, papa, hülye gyerek, izé. Na ezeket nem kéne, ezeket a damage-eket. Mondom, hogy nem kéne. Nem dölt be az új ruhánknak a csávó. Lehet nem tetszik neki. Na, ezeket nem kéne. Lehet, hogy nem annyi. Jó, vége. Lubu, ő kemény. Igen, feltűnt. Ő nagyon nagy dárdával jön ide harcolni. Nagyon nem szép dolog. Nagyon nem ízlik a testünknek ez a dárda.